Bruder. Ich bin nicht herunter. Ich bin unter uns. Die sind fettisch kult. Erschießen. Kezi csókolom, hölgyeim, jó estét, uraim, összegyűlt a család. Az Életből az Életről című sorozatos kabaré műsoromnak ez az ötödik állomása. Bemutatkoznak a színészek, ők már kész vannak hátul. A főszereplő Péterke lesz ma, az Idióta család főhőse. Az Itt is voltam, ott is voltam, mi össze-vissza voltam című kis produkciója. A szellemi, a szex és a humor kultúra minden ember agyában egy nagyon fontos dolog. Két ember van a világon, férfi és nő. És ki kezdte? Éva. Ádám, szeretsz? Ki az Isten szeressek? Már akkor belénk kötött. Tehát a nőknek mindig igazuk van. A boldogság igazi titka. A férfit és a nőt a tisztelet, a kedvesség, a szex, a hűség és a szerelem hozza össze. Sajnos ezeknek az érzelmeknek semmi köze nincs a házassághoz. A boldogság alapja a lelki egészség és az érzelmi alkalmazkodás. Sajnos az emberek nem ezek a dolgok miatt házasodnak össze. Mert a boldogság titka, hölgyeim és uraim, az őszinteség. A hatalmi turizmus még mindig divatban van nálunk itt Beregszászban. Kopogás nélkül is jönnek, aztán majd törvényeket tanálnak ki, parancsolnak, megaláznak, bántanak, és a tegnap a Facebookba feltették a legújabb divatot, aki magyarul beszél, 10 évet fog kapni, beszarás. Tehát, hogy mikor szűnik meg ez a turizmus? Szerintem, amikor már azt fogjuk mondani, foglalt, már ide nem lehet jönni, csak eljön az a nap. Kiabál a papagáj kalitkába, orgazmus, orgazmus, ismeritek? Nem? Kár, pedig jó dolog. Mindegy. Tehát lépünk, tessék megnézni, hogy éltünk mi itthon. Magyarok lettünk, magyarok voltunk, magyarok vagyunk. Onnan hátul jön a piros, fehér, zöld. Aztán fél évre bejöttek ide a románok. Aztán a Jánosiba a nép felkelt, és kizavarta a román katonákat, mert lobdosták a kertbe a kaját. Történelem. Aztán visszajött Magyarország. Aztán kop-kop intelligensen bejöttek a csehek. Itt van, 20 évig itt voltak, és tetszik tudni, hogy mentek ki? Megálltak a csehek, bejöttek az oroszok, átadtak a kulcsot, viszlát, és szépen elmentek. És aztán bejöttek az oroszok, ez volt a mi hazánk. Itt lopni kell, hogy tiszteljenek, ha keveset lopsz, elvihetnek. Azok, akik sokat lopnak, rájuk nem ugathatsz, mert megharapnak. És akkor bejöttek ezek. Nincs semmi gond, megtanultunk ukránul, és várjuk az új gazdánkat, aki lehet, hogy csak ilyen lesz, ezek lesznek a kínaiak. Teszem. És mit fog csinálni az itt élő ember? Megtanulunk kínaiul. A Beregszász dal következik, ami majdnem himnusz. 2-3 hete a szövegíró, aki megírta, Sóber Roti bácsi, biztos mindenki sokan tudjuk, a Beregszász Magyar Színház igazgatója. Ő írta a szövegét, én a dalt. Vissza Borzsa partja, drága szülőföldem, apró kis gyermekké, itt nevelte önben. Mindig ezt kívánom, e vidéket járva, szálljon sok-sok áldás a beregi tájra. Vérke partján szőlő dombok lágyövén, ez a város örökké a szívembe él. Ne se feled, Ati, akár merre jársz, túl a Tiszán ott van Beregszász. Tam, gdzie Warszawa, Tisza i nasz dom,
30 лет нас, но я люблю свой город Белексас. Вилке портя сыры дом богладюли, это сырки, о сивен бен ил, кешем фелет шуо, о кармер ярс, но ты сам утвон, Белексас. Pedig a viccvizsga, be kell melegednem, választhatok ki belőle egy mondatot, amit úgy érzitek, hogy az érdekes, vajon mi lehet az. Ha én nem tudom, kapnak 100 eurót. Múltkor a polgármester fizette ki. Visszhang az erdőbe. Felébred az erdőbe egy részeg. Itt valaki van. Itt nincs senki. Akkor kiloptál a csizmámat? Nem tudom. Péterke. Hol voltál, Péterke? Egyetemen. És mit tanultatok ma? Filozófia. És mi volt a téma? Tanulság. Aha. És milyen példát mondott a tanítónéni? Amikor férfi-nő szex, akkor egymást öltöztetik le. Amikor szex vége, mindegyik külön öltözik fel. Mi ebből a tanulság? Meg vagy basztva, nem segít rajtad senki. $9,000 érzés a szexről, ezüst piros kamion a pénzről. Egy hónap alatt írtam mind a kettőt, reggeltől estig jött rám valami őrület. Ezt most egy nő és egy férfi közt játszott. Hölgyeim és uraim, vajon ki nyeri a regényt, figyelj, és... Zsíros egyes. Igen, nagyon jó volt, figyelem, és most... Testvéred? Igen. Rokonok, na mindegy. Hangulatok, gondolatok, érzések és pillanatok. Majdnem ezer vers az életről. Tehát akkor drukkolunk kezeket és... Gyere, Timi! Figyelem, és most lesz az, ami még nem volt. Ha egyes dobsz, az nem állja. Figyelem, és... Hoppá! Tessék, drága! Forduljunk ide. Én nagyon sokat jártam össze-vissza. Az az érzés, amikor átlépünk a határon, a sorompon, az első gödör, arról sem a pofája. De milyen jó érzés hazajönni. Tehát amikor ezt a dalt írtam, azokra a barátaimra gondoltam, akik össze-vissza élnek a világban, belegszásziak. Aztán eltelt vagy 20 év, és arra jöttem rá, hogy ez a dal mindenkinek szól, aki nem ott lakik, ahol született. Nagyon jó itt hol lakni. Gyerekek, az idén nagy cirkuszok lesznek nagyon hamarosan. De jövőre hozzánk csatolják Magyarországot Belekszászhoz. Most valahogy el leszünk. Bye.
sohasem. Megjött egy férfi és két angyallal. Interjú. Zsiga bácsi. Hány éves? 110 éves vagyok. Soha nem ivott? Fiam, látod a falu előtt azt a tavat? Annyi vodkát ittam életemben. Akkor biztos nem dohányzott. Látod a kertben a szén a kazart? Annyi dohán szívtam életemben. Akkor biztos nem volt nő, mi? Látod a kert végén a kaszát? Este eljött értem a halál. Megpacsztam, hogy a kaszát is ott hagytam. Ők hozzák elő. Péterke. Merre voltál, Péterke? Össze-vissza voltam. Voltam parkba, Belegszáz Park, új park. És? Hát mi és? Ott állt két férfi. Az egyik mondja, én a feleségemmel hetente kétszer szoktunk. A másik azt mondja, én mi meg háromszó. Mondom, én is háromszó. Péterke, nincs is feleséged. Nem a tiédről beszélünk. Voltam bódba. Csókolom, tessék mondani, egy kolbász van. Van. Tessék adni egy üveg kolbászt. Jaj, Péterke. Na gyere ide, megmutatom, hogy kell kérni. Péterke beáll a helyére. Például. Eladó. Jó napot! Jó napot! Kolbász van? Van. Tessék adni egy kiló kolbászt. Hoztál üveget vagyok. Jaj, hol voltál még? Voltam temetésen. Temetésen, és szép volt. Ha mi volt szép? A temeti szép volt. Ha mi volt szép? Mikor megszólalt zene. Csak én kértem fel az özvegyetet táncra. Voltam horgászi, ilyen nagy halat fogtam. És hol van? Visszadobtam, úgyse hitték volna el. Voltam piacon, majd csókolom, apu kannam, tej fel, pénz, apu pénz, apu tej fel, kanna, apu, add ide, szerencsétlen. Nesze, hol a pénz? Apu mondta pénz kannába, hogy apu mondta pénz kannába. Nézzem, BL bajnokság. Bia foci, nézzem, nagy kivetítőcsi. És mennyi volt az eredmény? 2-0. És ki győzött? A bolond vagy? 0-10-0 oda. Hülyegye meg. Házas pár vett egy Kamaszutra könyvet, és azt szerint megy a szex, 40. nap, feleség. Béla? Nem. Kell a harmadik ember. Könyv szerint. Hát szóljunk Péterkének. Péterke, harmadik ember, 40. óta a Kamaszutra. Megálltunk, szexelni, benne vagy? Benne vagyok. 3 nap múlva Péterke öltözik. Kész, azt mondja, kész, meg haza. Hát mi van? Azt mondtátok, 40. ódol hálban. Na, 3 napja csak szopok. Meg haza, kész. Péterke, van neked mennyasszonyod? Van mennyasszony. Szép? Szép. Hát milyen szép? Olyan szép, mint Jézus Mária. Van fényképed? Van, mutasd. Jézus Mária. Péterke. Ha Péterke ül a kapuhajba, oda jön két rendőr. Apád ott hol van? Otthon. Apád ott hol van? Otthon! Miért nem nyissa ki? Nem itt lakok.
Rapid! Te vetted le a könyves paucról a Kámasutra könyvet? Én. Belenéztél? Bele. Láttad a rajzokat? Láttam. Belerajzoltál? Bele. Na, Erik, gömbös ki nagy a nyelvet. Várj, gyere ide. Ott a fiók, ott van bent a rúzs. A nagyanyád rúzsa. Azaz, aki azt, azaz vett ki, rá van írva moment. Na, vidd neki. Jaj, amikor hazagyűjtem katonaságból, 2 évig nem voltam itthon. Bemegyek, látom anyám, zavar a befele a disznót a disznóba. Kuss befele, bass befele, takarod befele. Nem úgy kell azt, anyám. Fiam, hazagyűjtél. Haza. Ha hogy kell? Disznó elvtárs, fáradjon a zóba. Erre a disznó bement. Azt mondja az anyja, dekulturált vagy, fiam, kúss anyja. Ma két lány beszélget, Dezső hazajött katonaságból, mit csináljak, már nem vagyok jány. Hát vegyek boltba kis petárdát, dug be, pukkan egyet, megmondod, kilűjt a szüzességedet. Jó van. Dezső eljön. Megy a nagy szeg, bum, egy nagy robbanás. Mi volt a Rózi? Jaj, Dezső, kilőtted a szüzességemet. Jó van, hogy kilőtted, de a tökön mit keres a csilláron te? Petya bácsi sztori a piacon. Állok piac, na bazárja, két férfi, egy férfi nő, lángos, kósolt lángos, zsír folyik, zsír, kicsit parokér, zsír, 2 lángos, fesvény szerencsetlen. Kérdezik tyotya Mása, árulja szemicské, mog. Férfi házas pár, vasáros nem én. Nénike, maguknál itt mindenki a piacon és a városban, mindenki azt a szót mondja, hogy pizdjec. Az mit jelent? Babuska kicsit beszélni magyarul. A pizdjec ez, amikor valami nagyon jó, az pizdjec. És amikor valami nagyon rossz, az pizdjec. Így áll Laci a bárba, és a bárba oda megy egy pacák, és a képet képzeljétek el. Kérek szépen abból a vodkából. Bazzlek! És elszalad. Laci nézi, oda jön egy másik, abból a... Basszeg! És elmegy. Laci nézi. Abból a vodkából nekem. Vodka. Mibe kerül? 500 euró. Bullshit! Maci néni! Maci néni, van egy sztoria. Karambolozott, elütött a busz, be a kórházba fekszik a műtőasztalon. És egyszer csak... és felszállt az égbe a lelke. Ránéz Isten, mama, még van 15 éve, menjen vissza. Műtő asztal, Manci néni. Jó. Doktor úr, ácsi,
Silikon csicsit, nagy szájat! Se vegyen a zsírokat, csináljon belőlem egy jó nőt! Manci néni bűv, pav, gyönyörű ruhában jön ki fel a kórházból. Erre jön egy benzines autó. Felszáll. Istenem! Hát azt mondtad, van még 15 éven. Bocs, mama, nem ismertem. A finis dal előtt következik egy bomba sztori. Egy kicsit hosszú, de a végén azt hittem, hogy meghalok. Az egyik telefon Moszkvából szól, Grisa, filmrendező, híres filmrendező. Megcsináltam az életem filmét. Oszkárt fogok vele nyerni. Kell bele kis zene. Na de ne haragudj, Szása, én nem tudok filmzenét élni. Figyelj ide, nagyon komoly. Az Oszkárt megnyerik, a Grammy-díjat megnyerik, mindent megnyerik. Nem, én nem tudok, hogy kell zenét írni. Legalább kell látni a filmet. Nem. A filmet azt nem tudom neked megmutatni, de a premierre, az Oszkár bemutatóra Moszkvába lesz, és oda meghívlak. De hát hogy így, nézd, én neked elmondom. Egy tó, egy napfa, gyönyörű táj, és a fáról egy levél leesik, és jön lefelé, és ilyen keringő stílusú dal kell. Egy ilyen zenét kell. Na jó van. A zeneszerző megcsinálta, egy hónap múlva elküldte, és azt mondja magának, na, azt mondták, nagyon tetszik, Oscar díj bemutató Moszkva, Soyuz nagy moziba, gondolom, hát veszek egy frakkot. Illik úgy megjelenni, vett egy frakkot, megérkezett, hát nem megyek szállodába, az drága, egy kis motelbe, na itt jó lesz nekem. Na és akkor utolsó pénzre, $150 bérelt egy limuzint, hát már úgy jöjjek meg, hogy mégiscsak a zeneszerző, a film, meg mind. Vett egy, kikért egy limuzint, és aztán csak rájött valami, nem, én inkább itt hagyom a kocsit, gyalog oda megyek, ne legyen gyanús, mégis szerények vagyunk mi, zeneszerzők. És szépen megy a mozihoz, oda megy, sehol egy lélek, se piros szőnyeg, mi a franc? Biztos már bent van, gyorsan bemegy a moziba, a halban, sehol senki. Mi a rossebb? A bárba vannak, bemegy a bárba, egy lélek nincs a bár. Jaj, már elkezdődött. Gyorsan megy a nagy terembe, kinyissa az ajtót. Üres a terem. Lent az első sorban ül egy idős asszony, egy olyan 80 év körüli, meg egy 90 éves. Ez egy öreg házas pár. Oda néz. Én minden esetre megnézem a jegyemet, odaülök a helyemre, nehogy megjön a tömeg, azt nem lesz hova leülni. Leültem szépen, abban a pillanatban kikapcsolt a fény, és elkezdődött a mozi. Jaj, de gyönyörű táj, micsoda víz, virágok, fák, egy gyönyörű nagy fa, egy tó. Jaj, de szép. Egyszer csak megjön egy autó, kiszáll belőle egy nő és egy férfi. Pokróc, kaja, pia, gyümölcs, és elkezdik egymást etetni, bort isznak, már a férfi vetkőzik, a nő vetkőzik, bort isznak, vetkőznek, leütöztek teljesen mesztelenül, az egész képernyő mesztelenül, a férfi elkezdi a nőt csókolni, visszacsókolni, jaj, mi kezdődött ott, Isten, micsoda, előrű, ha alul, jaj, ez csak beültek a kocsiból, azt elmentek. Mi az Isten volt ez? Megérkezik egy traktor. Traktorról leszáll a traktorista, traktorruhába, leugrik a tetőről a traktoros nő, elkapja az első kereket a nő. A férfi oda megy hátulról, a ruhát a nőről, bum, lehúzta a pucér, magáról lehúzta a pucér, a nő fogja a kereket, a férfi hátulról, jaj, jó, atya, micsoda, jaj, felmentek a tetőre, a motorházra, ott a nő előről, hát, rájön, jó, beültek a traktorra, elmentek. Mi az Isten volt ez? Egyszer csak megérkezik három jeep, négy nő száll ki belőle, és négy férfi. Azok rögtön elkezdtek pucérra öltözni. A férfi, a nőke, a nő a férfi, a nő a nőkel! Jaj, micsoda!
Mics, ijjaj, ne, ijjaj, ijjaj, mit csinál a férfi, a férfiak, ijjaj, mit művelnek ez az egész képet, egyszer csak megjön egy nagy, veres kutya, szőrös. A kutya a nőkkel, a kutya a férfiakkal, a férfiak a kutyákkal, ijjaj, ez az egész bandó beugrott a vízbe, azt elúsztak. Semmi. Egyszer csak egy levél a fáról leesett. Mtata, 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 bam. Begyul a villany. Vége a filmnek. A francban. Megyek odafel az idős házas párhoz, és mondom, hölgyem, a zene a zeném. Az... Mi van? Mondom, a zene! Mtata, mtata, én írtam a zenét! Ja, a kutya meg a miénk! Vigyázz, ember, vigyázz! Nézd meg jól, mi vesz körül. Az életed és az egészséged sok pénzbe kerül. Vigyázz, ember, vigyázz, ma nem divat sokáig élni. Te rád is vár egy virágos kert, ott fogsz csak igazán megbékélni. Vigyázz, ember, vigyázz, a szomszéd mindenre kész. Üzletet ajánl, de becsap. Pofátlan, aljas és merész. Vigyázz, Pitkin, vigyázz, csak a szádra vigyázz, az állami csapda kegyetlen, megbüntet és megaláz. Ha minket néznek, saját!